Nem csak 2012-ben, hanem 2013-ban is olyan uniós forrásokhoz jutott Gyula, melyekkel a közösségen belüli testvérvárosi kapcsolatait építheti, jelentette be a péntek délelőtti sajtótájékoztatón Görgényi Ernő polgármester. Az Európai Unió Oktatási Audiovizuális és Kulturális Ügynöksége 2013-ban is, mint ahogy 2012-ben, egy pályázati támogatásban részesítette városunkat testvérvárosi hálózatépítésre, és így 148 ezer euró támogatásban részesült a beadott pályázatunk. Az előző konferencia sorozat témája az idősügy volt. Ennek tapasztalatait Szilágyi Tamás egyetemi oktató foglalta össze. Kiemelte, a program révén az idősügy mentén tematizálódott a közélet, erősödtek a civil kapcsolatok, és sok sajtó megjelenés segítette a témával való mérehatóbb foglalkozást. A tavalyi évben több alkalommal is nem csupán a testvérvárosi hálózat keretében szervezett konferenciákon, hanem például Budapesten a Tempus közalapítvány konferenciáján is beszámoltunk a projektről, bekerültünk egyébként a Tempus magyarországi jó gyakorlatokat összegyűjtő kiadványába is. A második, ebben az évben kezdődő konferencia sorozat témája a munka és a család lesz. Az első rendezvényt már megtartották Aradon, a következőre áprilisban kerül sor Gyulán. A testvérvárosi találkozó április 11-12-13-án kerül megrendezésre Gyulán. Az idei év első nagy találkozója, hiszen Gyula város összes testvérvárosát vendégül látjuk városunkban, és természetesen a konferencián is. Így közel 100 főt várunk 6 testvérvárosból. Elhangzott, Gyula idén ünnepli a kapcsolat fennállásának 20. évét Araddal és Csíkszeredával, utóbbi ebben az évben kiemelt vendég lesz a fürdővárosban.